Egyesített Pszichológiai Irányzat megalkotója, és itt van velünk a vonalban. Szia! Hello! Köszöntelek titeket, sziasztok! Na hát, ugye különböző alvás zavarok vannak, ebből mi kimondottan az alvajárással kezdtünk el foglalkozni, mert az ilyen vicces is lehet, de tudjuk jól, hogy az nagyon nem vicces, hiszen meg is lehet sérülni, meg nagyon sok minden egyéb bonyodalom is történhet. Mi alapvetően mi ennek az okozója, és hogy el tud-e múlni, vagy sem? Világos. A kettő dolog összefügg, tehát hogyha alvás zavarról beszélünk, akkor utána érdemesebb, hogyha mélyebben érintjük a témát, az alvajárásról is beszélni, mert összefüggnek a dolgok. Nyilván ha valamilyen félelem, stressz, nyugtalanság, vagy valamilyen a családban történt esemény, haláleset, válság, kimerültség okozhatja ezt, tehát innen indul az alvászavar. Az alvajárásról meg az jut eszembe, hogy ugye úgy is szokták mondani, hogy holdkóros az illető, tehát a holddal, a teli holddal hozható kapcsolatban. Tehát mindenféle nyugtalan alvásnak lehet ez az oka, hogy a lényege az egésznek, hogy az árnyékvilág, tehát valamilyen tudattalan események jönnek elő, valamit nem raktunk a helyére, és azok gyakorlatilag így nyilvánulnak meg. Hiszen ha belegondolunk, akkor az elalvás az a halállal analóg. Ugye, mi történik? Átadom magamat, nincsen önkontroll, gyakorlatilag egy el kell lazulnom, meg egy bizalmat kell gyakorlatilag átélnem ahhoz, hogy el tudjak aludni. És éppen ezért van ez, amikor egy kicsit drasztikusabb a történet, akkor alakulhat ki ez, hogy például a fölös energiákat ugye a fogcsikorgatással élem ki, mert ha hallottam, hogy beszéltetek erről is, és azért azt hogy ezt azért így megemlítem. De lényeg az, hogy mindenféleképpen valahol valamit nem raktunk a helyére, valamit elfojtottunk. Értem, és el tud ez múlni? Tehát most abban az értelemben mondom, hogy ha mondjuk nem ilyen pszichés, vagy olyan pszichés eredete van, ami nem mondjuk valami konkrét eseményhez kapcsolódik, hanem egy bennünk kialakult pszichés helyzet van, ez el tud-e magától múlni, vagy pedig mindenképpen ilyenkor szakember segítséget érdemes kérni? Hát láthatom, hogy elég nehéz elő nyilatkozni. Egy-két dolgot hagyom, hogy a gyakorlatban hiszek. Tehát például lehet azzal segíteni, hogy esténként mikor elalszunk, akkor mondjuk egy relaxációval kezdjük ezt meg, és nem pedig nézzük a tévét, ahol ott üvöltenek, hogy leszúrnak, meg nem tudom micsoda. Tehát nyilván ez egy más indítás ilyen szempontból. A másik az, hogyha nem érezzük magunkat fáradtnak, akkor meg az a legjobb, hogyha ha teszünk egy sétát, vagy valamilyen más módon a testünket is kifárasztjuk, tehát nem csak a szellemünket, a testünket, mert ez szokott probléma lenni, hogy a testünkre nem figyelünk oda, és csak a szellemünk az, ami elfáradt, és ez most kicsit ilyen skizofrénensen hangzik, de nagyon fontos, hogy összhangban legyen a kettő, hát ez a lényege, és ha tovább megyünk, akkor megjeleníteném a tudatos álmodást, aminek az a lényege, hogy vannak a relaxációs technikák, ez már meditáció, amiben tudod, hogy mit álmodsz, ott vagy benne, és tudsz róla, hogy álmodsz. De nagyon jó technikák vannak. Én ezeket kipróbáltam, és nagyon jól működnek, és gyakorlatilag eldöntheted, hogy mit álmodsz. Ez valami érdekes a dolog. Sok olyan embert hallottam, akik álmukban kifecsegtek olyan titkokat, amiket igazából nem akartak volna kifecsegni, hogy ez ellen mit lehet tenni? Vagy lehet-e? Hát mindenféleképpen én azt mondom, hogy az előzőre utalnék, hogy mindenféleképpen tudatosítani kell, mert valahol benne egy feszültséggel tölti az el, hogy ezt neki titokban kell tartania, és szíve szerint ezeket valószínűleg vagy kibeszélni valakivel, vagy valahogy mindenféleképpen ezt nem tudja megtenni, és éppen ezért, amikor nincs meg az önkontroll, akkor egyszerűen ezt kiadja magából. De valahol őt is zavarja ez, mi a feszültséget töltően. Most arra gondoltam, hogy tudjátok, hogy ki tudja irányítani az álmait. Hát Panda Csöki Boborján. A világon az legjobban álmait irányító ember. Igen, aki pumpáról álmodik, ha kell, vagy banárról. Tudod, volt egy ilyen társulat rész. Jól van. Hát köszönjük szépen, igazság szerint nagyjából ennyit akartunk erről megtudni, úgyhogy visszaengedünk Bokros Teendőithez, Attila, és köszönjük, hogy itt voltál velünk. Jó, köszönöm szépen, hát nyugodalmas jó éjszakát kívánok nektek. Köszönjük. Ő volt Keresztes Attila, az Egyesített Pszichológiai Irányzat megalkotója. Köszönjük, hogy tudtunk vele beszélni.